Anya, mit akarsz korán reggel? Hát szünet van. Te hogy vágom le a tyúkot? Hát anya, normális vagy? Hagyjál már aludni! Igen, felébresztetté. De tudod, hogy szünet van, akkor mi hívsz hajnali 9-kó? Szünet van, és felkelek reggel 5:30. De amikor iskolába vagyok, 7-kó alig bírok kimászni az ágyból. Kipattant a szemem! Kipattant a szemem! Aj, végre szünet van, ennél jobb érzés nincs is. Mennyi az idő? Délután 1? Hát még visszaalszok. Szünetben lesz időm elmenni fodrászhoz is. Jaj, kiugrott egy tetű a hajamból. Ma nem kelek fő semmié. Hopp! Egy kakika. Jó, ezt hagyjuk már. Kakika, meg ez a tetű. Ezt a következőben kihagyom tényleg. Egész nap takarítsak, meg házi munkázzak. Anya! Szünetelek! Nem érted, hogy szünetelek? Mi pakoljak szünetelés közben? Anya, hozzá menjkám, itt légy szíves, mert most egy hétig fönt leszek. Hát kockulok. Nem értem, hogy az emberek mi alszanak szünetben még délelőtt 10-kó is. Hát kezdődik az event, srácok! Event hét van! Halloween jön! Event hét van! Szia, Peti! Igen, fát kell vágni nálatok? Természetesen elmegyek fát vágni hozzátok. Egy nap rendben van. Tia Gergő, mi újság? A tyúkolat le kell bontani nálatok, és két nap? Persze, hogy segítek, persze, hogy segítek. Szia, Ervin! Budapestre kéne egy fuvar neked? Természetesen elviszlek. Megint mindenkire van időm. Csak magamra nem! Jó napot, tanár úr! Mit csinál az őszi szünetben? Pihen a családjával, nagyon jó. Hogy én mit csinálok? Hát csinálom a matek házi feladatot, amit egész hétre adott fel. Persze, jó időtöltést. Tényleg? Köszönöm. Hát ilyen jó humora van a tanár úrnak. Végre mehetek horgászni hétköznap délelőtt is. Hát ez egy életérzés. Anya, nem megyek ki. Nem fogom meg a disznó farkát. Hagyjatok már. Valaki mondja meg, hogy még csak egy hét a szünet. Ki találta ezt ki? Bocsánat, egy hét plusz egy nap, mert hétfő ünnep. Elnézést. Janinak írom, hogy 2 hét múlva találkozunk, kérdezi a Jani, hogy még 2 hét múlva. Hát mert 1 hét szünet, következő héten pedig hasmenésem lesz. Ne idegesítsé! Most kezdődik a szünet és beteg vagyok? Nem, hogy 1 héttel előtte vagy 1 héttel utána, pont a szünetbe! Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Anya, nem akarom kitakarítani a WC-t, légy szíves! Szünetelek! Inkább mennék vissza az iskolába, szétunom a fejemet. Végre nem kell 1 hétig látnom a vadállat osztálytársaimat. Hát már nagyobb a vérnyomásom tőlük, mint a dégy nagyapámnak. Igen, apa. Megyek fát vágni, tényleg őszi szünetben egész héten fát vágunk. Igen, tudom, én is melegszek a szobába. Tudom, a szokásos duma minden évben. Igen, én megyek már, hát én is melegszek. Anya, nem is kockulok egész nap, most miért mondod ezt minden barátnődnek? Mindenkivel, akit ilyen telefonos, hát ez a gyerek egész nap kockul. Egész nap kockul, ki sem megy a géptő. Szünetelek. Na ez a durva, hogy még este 7-kor is csípás a szemem. Megnézem a baráti csoportot. Micsoda, minden este buli a szünetbe? Csá, főnök, mi újság így hétfőn? De nem mentem bedolgozni, őszi szünet van. Ja, hogy a munkahely... 5 perccel van bejelni, mert kirúgnak. Ja, a munkahelyen nincs szünet, elnézést. Megyek is, főnök, megyek. Tököt kell foragni. De aztán megint piszkálni fognak, hogy a Magyarországon nincsen Halloween! Nem tartunk Halloween! Haragszom a töködre, rámászott a kukorica földemre. Anya, most nem tudok kiganézni. Tényleg, ha innen kilépek ebbe a cségómesből, 2 hétig bannónak, anya. Te sem akarod azt szerintem. Légy szíves, már meg. Nem szeretek itthon lenni, mert akkor állandóan csak zabálok. Hát 1 hét alatt főszedek 20 kilót. Végre 1 hét alatt kiolvashatok egy jó könyvet. De nem a kötelezőt, de nem ám. A négyzet, meg B négyzet, egyenlő C négyzet, de mi ez van a fejembe szünetbe is? Hát persze, hogy szünet után rögtön, amikor visszavagyunk, téma záró dolgozat. Persze, hát mert méne, hát mert méne. Anya azt mondta, hogy ha készülök a leckivel, akkor takarítsam ki a szobámat. Úgy néz ki, hogy még vasárnap estére se lesz kész a lecke, mert olyan sok van. Na.
Nem élvezem a szünetet, mert ha elkezdeném élvezni, akkor már tudom, hogy mindjárt vége van. Mert amúgy tényleg mindjárt vége van. Ennyi lett volna ez a videó, bízom benne, hogy tetszett nektek és szórakoztató volt. Ha magatokra ismertetek, akkor nyomjatok rá egy lájkot, vagy küldjétek el az egyik osztálytársatoknak. Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, kellemes időtöltést a szünetben. Sziasztok!